egy gyönyörű adottságokkal rendelkező, nagyon szép település gyermeke, amely fokozatosan és folyamatosan fejlődik. Most mi az, amin éppen dolgoznak? Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, azért mutalnék erre a szép hivatal, ami itt áll a hátunk mögött. 2017-ben nyertünk topos pályázaton mintegy 90 millió forintot, és hát ennek a hivatalnak a jobb szárnyában helyezkedik el az ifjúsági tér is, amit pedig a Magyar Falu programból újítottunk fel mintegy 19 millió forintból. És jelen pillanatban is dolgozunk egy jó néhány pályázaton, több pályázat is benyújtásra került. Ezek közül emelném ki az óvodát, az óvodánknak a bővítését és fejlesztését, ahol két csoportszobával fog bővülni az épület, illetve felújításra kerül az óvodában lévő konyha is. Ezáltal sokkal jobb lehetőségeink lesznek nem csak arra, hogy a gyerekeink étkezését biztosítsuk, hanem azoknak a rászorulóknak, illetve igénylőknek a részére is, akik erről a konyháról szeretnének ételt fogyasztani. Nagyon-nagyon fontos, azt gondolom, hogy az útjaink rendben legyenek. Ebből a szempontból is azt gondolom, jól állunk, több utat, ezek között külterületi és zártkerti utakat is felújítottunk már, és éppen a tavasz, illetve a nyár eleje lesz a kezdési időpontja a Patkó és a Rákóczi utca felújításának, erre is nagyon-nagyon régen vártak már, és azok a lakosok, akik hiányolták a Kenderesi útnak a felújítását, illetve az Ady Endre, a helyiek szerint Kiscsalókának nevezett utca felújítását, azok is örülhetnek, mert pontosan ezekre az utcákra fogunk most pályázni, illetve Gyarmatpuszta vonatkozásában a helyiek által és az idegenek, az idelátogatók által is közkedvelt kápolna tetőszerkezetének a felújítását célozzuk most meg. A környező települések vezetői talán irigykednek gyermekre, hiszen van itt egy nagyon komoly tésztagyár, amelyik nyilván támogatja is a települést az iparőzési adón túl is. Igen, örömmel mondhatom el, hogy a település biztonsága a Gyermely ZRT által, illetve az általuk befizetett adóval teljesen rendben van, és természetesen mindenféle elvi támogatást és egyéb támogatást megkapunk, amikor szükségünk van rá. Igen, jó kapcsolatról tudok beszámolni. Az óvoda fejlesztés, bővítés nyilván azt is jelenti, hogy folyamatosan bővül a település, egyre több kisgyermek születik. Igen, ebből a szempontból gyermek valamilyen ismeretlen oknál fogva nagyon jól áll, tehát nagyon sok gyerek születik gyermeken, és a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően ez az arány szerintem a jövőben még csak nőni fog, és mivel a tendenciák már ezt az emelkedést mutatták, így nem véletlen az óvodafejlesztésünk, tehát fel kell készülni arra, hogy nagyon-nagyon sok gyereket kell majd elhelyezni ebben az épületben, ez nekünk óriási öröm, mert akkor a működése mindig biztosított, az iskolánk működése is biztosított, és örülünk, hogy a családok sok gyereket vállalnak. Ezzel tudjuk mi őket támogatni.